Oszlopot, mint szent emlékjelet, mint erekét fogjuk tekinteni, és ígérjük, hogy azt minden támadással szemben megvédelmezzük. Az emlékművek sorsa mindig osztozik azok sorsában, akiknek emléket állítanak. Ennek is azt a sorsot szánták, hogy tűnjön el mindörökre, azokkal együtt, akiknek ezer éves hitlétét volt hivatva hirdetni. Születését az egész ország ünnepelte. Százak haladtak el mellette nap mint nap. Egyesek megsüvegelték. Mások az ellenség képét látták benne. Első adandó alkalommal megtörték, megcsonkították, szakadékba dobták és folyópartra vetették. Hordalék temette be. Ami megmaradt belőle, idegen tollakkal ékesítették. Mert nekik csak egy kő volt. Nekünk viszont jelkép. Határkő egy történelmi helyen. A Vereckei hágón, az ország születésének a bölcsőjénél. Az egykori magyar-lengyel határon álló obeliszk kőbevésett 20. századi történelmünk. Ennek az oldalait lapozzuk most fel. Maga az emlékmű története szorosan összefügg az magyar honfoglalás ezredik évfordulójának a megünneplésével. Az ötlet az valamikor az 1860-as évek elején, 70-es évek környékén indul el Belegvár megyéből egy elképzelésként, hogy meg kellene valami módon ünnepelni a magyaroknak a Kárpát-medencébe való bevonulását, és a magyar kormányzat egy jelentős projekttel készül erre. A magyar törvényhozás az 1896. évi 8. törvénycikkében előírta, hogy az ország 7 különböző pontján emlékoszlopokat kell emelni. Erre a célra 350.000 forintot utaltak ki. Az egyik ilyen helyszín Kárpátalján volt, de nem a Vereckei hágon, hanem a Munkácsi várhegyen. Eredetileg 1895-ben lett volna az ünnepség. A Magyar Tudományos Akadémia egyébként erről készített egy állásfoglalást, hogy akkor történhetett a honfoglalás, tehát a Árpád honszerző hadai az valamikor ebben az esztendőben vonultak át a Kárpátok vízválasztóján, és a Tisza völgyében előre haladva jutottak el a Pannon-Alföld irányába. Viszont a budapesti építkezések elmaradtával, vagy legalábbis csúszása miatt, főleg a Hősök tere és környéke miatt, ez végülis 1896-ra készült el. Ez nem az első Vereckei emlékmű volt. A legelső Vereckei emlékmű 1881-ben lett állítva, amit aztán a millennium megünneplésekor felváltott ez az újabb emlékmű, ami már jóval csinosabb volt, és szakszerűbben megépített is. A Beregvár megyei közgyűlés 1889 óta szorgalmazta a millennium méltó megünneplését. Mivel az országgyűlés a Munkácsi várhegyet jelölte meg a honfoglalási obeliszk helyéül, a vármegye elöljárósága a Vereckei hágót választotta ki, a korábbinál díszesebb, 4 méter magas, 2 lépcsős talapzatú, 2 részből álló emlékmű felállításához. A munkálatokkal Dvorák Ede tervei alapján Káldi Gyula királyi főmérnököt bízták meg. Maga Beregvár megye törvényhatósága is foglalkozott a jeles évfordulóval, lévén, hogy Verecke, Munkács és számos emblematikus hely ez ebben a vármegyében volt található, és többek között döntött a hatóság arról, hogy a északkeleti Beszkideknél, tehát ott, ahol a Vereckei hágó található, egy határkövet fognak felállítani. Előtte természetesen a úgynevezett Napóleon sziklán is egy emléktáblát helyeztek el, de 1896 nyarán a vármegyei előjáróság, illetve
a magyar kormány képviselőinek a jelenlétében, görögkert katolikus szentmise keretében felavatásra került egy obeliszk, amelyen különböző táblák kerültek el helyezésre, többek között egy nagyon szép vers is, ami arra hívja fel az arra elhaladók figyelmét, hogy akárcsak a zsidók esetében a Sínai hegy, ahol Mózes megkapta a törvénytáblákat, ez is ugyanolyan szent hely is a magyarok, ha itt elvonulnak, akkor meg kellene oldozni a sarujukat. Honfi, e bércormon szíved hevesebb dobogása jelzi, hogy ősi honod drága határa ez itt. Itt hangzott egykor riadó, csatakürtje lehelnek. Nagy Rákócink itt hullat a búcsú könnyűt. Szent kegyelet tüze gyúl itt minden csükke bokorban. Oldozd meg saruid, szent hely ez itt, ahol állsz. Maga az emlékmű gyakorlatilag két ország határán át, hiszen a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság Galíciai Alkirályságának a határát, mesdjéjét, vízválasztóját jelentette gyakorlatilag az északkeleti Kárpátoknak, és így a korabeli képeslapokon látjuk, hogy itt egy ilyen kis sorompó is található, természetesen egy birodalmon belüli kvázi határról beszélhetünk. Az emlékmű történetében ez volt a békés korszak, azonban változtak a határok, és ezzel együtt az obeliszk sorsa is. A táblákat leverték, ellopták. A jelképeket újraértelmezték. Csak a kő maradt. Trianoni békediktátum következtében itt már egészen újfajta határok jönnek létre, részben Lengyelország, részben pedig már Csehszlovákiának az államhatáráról beszélünk, és a csehszlovák hatóságok Kárpátalja esetében nagyon furcsán állnak a magyar múlt emlékeihez, és legalábbis elben megpróbálják megvalósítani, sokszor ténylegesen gyakorlatban is átültetik, hogy aki a jelen, azé a múlt is, tehát amit sikerült a magyar történelmi múltból visszaépíteni, azt sikeresen meg is teszik, és ennek a törekvésnek az egyik áldozata lesz ez a vereckei határkő is. Tehát innen teljes mértékben eltűnnek a feliratok, tehát egy csupasz kőobeliszk hirdeti itt, hogy mi Galícia határán vagyunk. Az eredeti emlékművön egy címertábla volt fölül, az obeliszk rész tetején. Egy címertábla volt, felülre felé a Magyarország, alulra Bereg vármegye. Amikor a Trianon után a cseh hatóságok leverették a táblákat, akkor ezt is leverték. Ezek öntött vas táblák voltak egyébként. Aztán, amikor 1940-ben az emlékművet újra felavatták, akkor csak a főtáblát, amin a Kóródi féle vers volt, azt avatták föl, a többi táblákat nem. A korabeli híradó tanúságai szerint itt találkoznak a magyar is, magyar honvédek és a lengyel csapatok, és gyakorlatilag ezt követően helyreállításra kerülnek újra a táblák. A magyar címer, az időszakos vers is, és itt vannak egészen 1944-ig. A front átvonulása, akkor ezeket a táblákat ismét leszerelik, és ismeretlen vidékre menekítik őket, a mai napig az eredeti táblák nem kerülnek vissza. Úgy döntöttek, hogy a felső rész, miután ott egy mélyedés volt a címertábla helyén, oda belevéstek koncentrikus körökbe egy ötágú csillagot. Az ötágú csillagnak semmi köze nem volt a szovjet lelképhez, hanem ez a
régi vágy beteljesülésének a szimbóluma, illetve a teljesség és teljesség szimbóluma is, valamint katonai szimbólumként is használatos volt. Tehát ez volt az elképzelése. Na most ez az ötágú csillag később, amikor Tuholkára került, ez egy kapóra jött szovjet időben, mivel szovjet hősi emlékműként avatták föl a községháza előtt. Tuholka ezerfős ruszin település a vereckei hágó galiciai oldalán. A falu községháza és szovkoz irodája 1967-ben épült. Erről tanúskodik a még jó állapotban megmaradt tábla a ház falán. Itt a kertben állították fel a hősi szovjet emlékművet még ugyanabban az évben. Főeleme a milleniumi határkő gullaszerű felső része lett. Hogy hogyan került a faluba a magyar obeliszk és hová tűntek a többi elemei, ma már kevesen tudják. Még az a traktorista sem emlékszik rá pontosan, aki a 60-as években maga szállította az emlékmű egyes részeit a szovjet obeliszk építéséhez. Az emlékmű a hegy oldalban állt, gyakran jártunk oda. Különböző fesztiválokat tartottak ott, de aztán... Hogy hogyan került ide? Na, hova is? Igen, az útkarban tartó vállalat traktorparkjába. Arra nem emlékszem. Nem tudom megmondani. Arra viszont emlékszem, hogy megérkeztem a munkahelyemre, megkaptam a napi beosztásomat. Megbeszéltük a teendőket, a vontatónyerges kocsival beálltam az udvarra, és felpakolták rá a betonlapot, az emlékmű talapzatát. Azt leszállítottam a helyszínre, ott leemelték, a helyére tették, majd visszamentem a következő fuvarért. Az volt az emlékmű teteje. Azt is leszállítottam. A többit ne kérdezzék, mert nem emlékszem. Az itt felállított emlékműre a fronton elesett katonák nevét vésték fel, a háborúban elesettekét. Sokáig állt itt az emlékmű, aztán elvitték innen valahová a hágóra, és kész. Ez az emlékmű a hágón állt, az étteremtől nem messze. Emlékszem, mert ott húzódott a határ. A magyar, na, arra tilos volt a járás, a magyar határ miatt. Később az emlékművet lebontották, és elhozták ide. Az emlékmű felső részét idehozták, az alját ott hagyták. Arra a talapzatra állították fel a pásztornak a szobrát, Havasi küldte el, a pipával. Emlékszem, az édesapám mesélt arról, hogy az emlékmű egyik része valahol a Brinyivka folyó mocsaraiban fekszik. Hogy pontosan hol, arról nem tudott. De feltételezhető volt, hogy itt, ahol éppen állunk, a patak partján kell keresni azt a követ. Amikor érdeklődni kezdtünk az embereknél a részletek felől, az idősebbek elmondták, hogy ez az a hely. Hol éppen? Ott vin ležal ekraz. Ott feküdt azon a helyen, amelyhez közeledünk. Látható egy sötétebb földterület. Innen emeltük ki a követ. A partot már azóta töltöttük fel földdel, hogy az emlékmű darabot kiemeltük. Hogy meddig lehetett itt, nem tudjuk, de valamikor ez volt az útkarban tartó vállalat telephelye. Ide hozták az emlékmű darabját a hágóról. Nem az egészet, mivel az alap a hágón maradt. Az alapot valószínűleg a későbbiekben más emlékművek vagy konstrukciók építéséhez használták fel. De az is lehet, hogy egyszerűen legurították a hegyoldalon.
з того місця невідомо. Але це було фактично фундамент пам'ятника. Hangsúlyozom, az gyakorlatilag az emlékmű fundamentuma volt. A leválasztható elemek kerültek hozzánk. Az eredeti emlékjel magas volt. Szerintem nem volt szükség a középső részekre, ezért megelégedtek az emlékmű csúcsával, mivel az önmagában tökéletesen megfelelt az akkori szovjet obeliszkek szabványainak. Ez підходила під стандартні розміри радянських обеліск. Istenem országom, hol lesz meghalásom? Erdőn vagy mezőn vagy a pusztaságom? Ha erdőn meghalok, megesznek a vadak. Jaj, elénekelnek az égi madarak. Meglepő fordulatként 2005-ben rábukkantam, hogy az emlékműnek a felső része az Tuholkára került, ez a Vereckei Hágon túli második község. Akkor meglepődtem, szinte nem is hittem, hogy ez az eredeti Vereckei emlékműnek a felső része. Aztán elkezdtem kutatni az alsó részt is. A Hágó térségét körbe kutattam, csizmába, bakkancsba, ásóval. Két segítőt fogadtam magam mellé, hogy megtaláljuk, hogyha ledöntötték, akkor az hová kerülhetett. Nem találtuk meg sehol. Ameddig elgurulhatott, azt végignéztük a terepet, nem találtuk meg. A két lépcsős talapzatnak sikerült a nyomára bukkanni, az a Hágó alatt, az erdő szélén fejjel leborítva volt. Valószínűleg a munkálatok során, ami az 1960-as években zajlott, hiszen a Hágónak viszonylag szűk volt a tere, és akkor kiszélesítették. Nagy ünnepséget rendeztek itt, ilyen többek között szovjet-csehszlovák staféta volt, barátságstaféta, illetve egyéb más rendezvényeket is szerveztek a Hágón, a Vereckei Hágón. Itt térre volt szükség, és ezért ott a hegyoldalt elgyalulták, mint egy méterrel megemelt a Hágó térségét is, területét, és akkor alakították ki a buszmegállót, ott volt egy pásztorszobor, illetve akkor épült egy étterem is. Valószínűleg ekkor vitték el az emlékművet is. Ennek pontosan az évszámát nem tudtam behatárolni, viszont azt meg tudtam állapítani, hogy mindenképpen 1966 előtt volt, de 1960-as évek elejét még megvolt az emlékmű, tehát 61-ből még van fotóm, amin megvan az emlékmű. A Lembergi Műemléki Hivatalba kikutakodtam, hogy mikor is lett ez az emlékmű beregisztrálva, bejegyezve, és ugye ez 1975-ben történt, és 92-ben pedig törölték az emlékművek listájáról is ezt az emlékművet. A 78 éves Bogdán Huzé nyugalmazott tuholkai tanár megírta Ukrajna történetét. A hatkötetes munka egyik könyve Tuholkával foglalkozik. A helytörténész ma is emlékszik azoknak a nevére, akik a járási pártbizottságon és a helyi gazdaságban közreműködtek a határkő lebontásában és átszállításában a szovhoz udvarára. У березні 1966 року, як я вже говорив, було утворено Радос Верховина. 1966 márciusában létrehozták a Verhovina szovhozt. A pártbizottság, a járási hatalom, az állami gazdaság és a falu vezetőségének tudtával átszállították az obeliszket Tuholkába. A gazdaság akkor épülő székháza előtt állították fel. A posztamenst, az emlékmű alapját az útkarban tartó vállalat udvarában dobták le, a falu központjában. A vállalatot akkor Hariton Mikola vezette. A Hágóról elszállított obeliszk felső részét egy új alapra helyezték a központi iroda előtt. Erre egy emléktábla került a szovjet hatalomért elesett katonák tiszteletére.
1991-ben kikiáltották a független Ukrajnát. A helyi ukrán hazafias erők levágták az obeliszkről az ötágú csillagot, és egy keresztet állítottak a helyére. Ugyanígy jártak el a szovjet emléktáblával, amit az Ukrajna szabadságért életüket áldozó hősök emléktáblájával cseréltek le. Zniali memorialnu tabličku radjansku i pomenjali ji na borcem za volju Ukrajine. Hazám, hazám, csendes hazám, már csak határidat látnám. Ej, látom füsti, de csak elég, az ég alján lengedezik. A lebontott vereszkei millenniumi emlékmű helyén később autóbusz megállót hoztak létre, havasi pásztorszobrot, majd Brezsnyev sziklát állítottak. Szovjet katonai emlékmű épült. Ma mindez szervesen foglalja magába egy ukrán hősi emlékmű. A közelében az 1944-ben lengyel határvadászok által kivégzett szicsgárdisták jelképes sírhelyeivel. A többszöri teleprendezés következtében már nehéz megállapítani, még családi fotók alapján is, hol állhatott a milleniumi emlékmű. Itt megy el, tisztán látszik, mögötte megy el az út. Úgyhogy ha ezt valahova ideállunk, akkor látjuk ezt a kamert, ugye? Így, ettől nem volt beton, se semmi akkor. Semmi. Ott a... Sőt, lehet, hogy az út még kanyarosabban fordult. Hát itt van. Itt meg nagy fák voltak. Úgyhogy... És ez az út pedig ide vezetett le. Tehát jól látszik, hogy itt van a kereszteződés. Itt volt a kereszteződés. Itt. Igen. Hát jó, szépen lefele. Ez a Lembergi járásban. Tisztán látszik, hogy az emlékmű mögött fordul el ez a mostani új emlékműhez a vezető út, igen. Tehát ott, ahol a trendítás szobor állt. Tehát a két kereszt között valahol, hogyha most ugye veszük, amelyik itt van, a kis kereszt. Hát feljebb ettől a keresztől, ott volt a busz megálló. Én biztos vagyok benne, mert ez egy komoly fundamentum volt, itt látszik, kővel ki van rakva. És arra a fundamentumra tették rá a busz megállót. Először is itt volt a trianoni határ. Második fő szempont az, hogyha egy építész eszével gondolkozok, akkor mégis csak egy magaslatra teszek egy obeliszket. Tehát nem közvetlenül le az út mellé, hanem ez egy ilyen alkalmas hely arra, hogy itt legyen egy obeliszk. És később valószínűleg, amikor eldozerolták, vagyis lebontották az emlékművet, ennek az alapjára, mert ez egy komoly nagy alap volt, odaépítették a busz megállót, meg a trendbítás szobrot. A 2014-es év újabb fejezetet nyitott a millennium évében felállított határkő történetében. Magyarország ungvári főkonzulátusának közreműködésével Tuholka és Fényes Litke testvértelepülési szerződést kötött. A történelmi igazságtétel helyreállítása érdekében az ukrán település és a Szkolei járás vezetése Fényes Litke önkormányzatának ajándékozta a vereckei obeliszk megtalált részeit. Nekem, mint főkonzulnak alapvető feladatom volt, hogy kapcsolatot építsek ne csak Kárpátalján, hanem azokon a területeken is, ahol akreditálva vagyok, így a Lembergi megyében, Ivano-Frankivsk-Csernovic megyékben is. Így jött létre ez a barátság évekkel ezelőtt a Lembergi szkolai járással, majd ezen belül azokkal a
falvakkal, amelyek az ottani Kárpátalján vannak, Zsupanival, Tuholkával, és még sorolhatnám ezeket a közösségeket, hiszen ezekben a falvakban ezerszámra fekszenek a sírokban magyar katonák, amelyek az első világháború alatt, illetve a második világháború során pusztultak. Aki nyitott szemmel jár a világban, mindent felismer, a diplomatáknak egyetlen egy dolgot írnak elő, hogy nyitott szemmel járjanak, és ha ez megtörténik, akkor meg is bizonyodnak dolgoktól. Többek között szeretném kiemelni Kovács Sándor történészt, akinek könyvét olvasva magam is meg akartam látni eznek az emlékműnek a darabjait. Később a falu lakosai segítettek a kutató munkában. Mi biznisli spočátku odinelement kamenyu skagomotak. Először megtaláltuk az emlékmű egyik darabját, egy kőelemet. Tudtuk, hogy ez egy magyar emlékmű része, de akkor még nem is gondoltunk arra, hogy ennek a kőnek milyen jelentősége, értéke van a magyarok számára. Nem sokkal később a kutatás során egy újabb kőelemet találtunk. Ahogy kiderült, és én is megtudtam a tanácsadom tájékoztatásából, ez ugyanannak az oszlopnak egy másik eleme volt. Kétségtelen tény, hogy ez a lelet a szenzáció erejével hatott, mivel felfoghatatlan volt számomra, hogy ilyen lehetséges. Ebben a csodálatos ópuszteszeri emlékparkban sétálva világossá vált számunkra, hogy mennyire fontos a magyarok, a magyar nemzet számára a történelmi igazságszolgáltatás, és mennyire megbecsülnek mindent, ami az államalapításhoz kötődik. Számára vidalni istorisnú szpravedlősti, testve nazivájátszia pocsátok istorii uhorszkői državé. A tavalyi, tehát a 2014. október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából Jánosiban tartott magyar állami fogadáson kaptam ezt a számomra is szinte megdöbbentő hírt, hogy Tuholka község, illetve a Szkolai járás vezetősége, tudván azt, hogy a község főterén álló évtizedeken keresztül a II. Világháború tuholkai szovjet hősi áldozatainak emléket állító kő, az lényegében egy nagyobb emlékmű, azaz az 1896-os milleniumi vereckei emlékmű egy része. És ekkor merült fel ez a javaslat, és ez a, nyugodtan mondhatom, hogy nagylelkű felajánlás a község, illetve a járás részéről, hogy összegyűjtve az összetört darabokat, hiszen nagyobb volt az emlékmű, mint az a torza, ami ott állt a község főterén, ezt összegyűjtve visszaadják jogos tulajdonosának, úgymond Magyarországnak. A régi új vereckei milleniumi emlékmű felépítésével azt a Matyl Pétert bízták meg, aki a vereckei hágón álló honfoglalási emlékművet is tervezte. A szobrász a restauráció során több olyan érdekes részletre bukkant, amit barbár kezek próbáltak eltüntetni az évtizedek során. Engem kért meg az ungári főkonzulátus, hogy nézzük meg, hogy mennyi kő maradt belőle, mennyit kell még elkészíteni hozzá, hogy úgy nézzen ki, mint eredeti állapotában. Úgyhogy egy része az emlékműnek eltűnt, megsemmisült, ezeket újra faragtuk ugyanolyan anyagból, gránitból. A bronztáblákat, azokat csak fénykép útján tudjuk majd helyreállítani. Néhány köve megmaradt, amit kirestauráltunk, lepucoltuk a festéktől, de igyekeztünk rajta meghagyni a kornak az összes feliratát, amelyek különböző időkből, a 40-es évekből, 45-ből, 50-es évekből, mert rá is írták a dátumokat azok, akik belefaragtak szövegeket. A fiam Árpi restaurálta az alsó kövét az emlékműnek, ami direkt be volt ágyazva a betonágyba, hogy ne is lehessen látni ezeket a feliratokat, például Dvorák Edének a nevét, aki tervezte az emlékművet. Ez egy budapesti építészmérnök volt, a Széchenyi fürdőt is ő tervezte, meg sok nagyon szép épületet, neves művészt bíztak meg annak idején, hogy egy ilyen jelentőségű emlékművet tervezzen.
megtaláltuk a kőbányának a nevét, hogy ki volt a kőbánya, a tulajdonosának a nevét. Szóval ezek a dolgok így összejöttek. Izgalmas volt nagyon. Magyar kormányzati döntés értelmében a felújított vereckei emlékoszlopot az Ópuszteszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban állították fel. Nem messze a Nemzeti Összetartozás emlékművétől, amit szintén Matul Péter és kárpátaljai kollégái terveztek és kiviteleztek. Mindannyian jól tudjuk, hogy ezek a milleniumi emlékművek egyúttal az 1000 éves Magyarország határait, határkövei is voltak, ezt jelezték. És azt hiszem, hogy a 21. században, ha ott állítanánk fel újra, egy csomó félreértésre adhatna okot, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy ma Magyarország határai nem azonosak az 1896-os milleniumi határokkal. Így azt gondolom, hogy mindenképpen ennek az emlékműnek továbbra is határokat kell jelezni, de egyfajta szellemi határokra gondolnék, hiszen attól függetlenül, hogy ma mekkora Magyarország és mekkora volt, a mi életterünk mégiscsak a Kárpát-medence, és a kötelességünk az, hogy szellemileg belakjuk ezt a területet. Ennél méltóbb helyet, mint itt a Dél-Alföldön, az Ópuszteszeri Nemzeti Emlékparkban, a valamikori eredeti 1896-os Nagy Magyarországbéli milleniumi emlékmű tőszomszédságában, hogy felállíthatjuk az 1896-os vereckei eredeti második emlékművet. Ez azt hiszem, hogy többszörösen szimbolikus jelentőségű és tágabb horizontot nyit minden magyar számára, aki ezt majd meg fogja tekinteni. Ami Tuholkát illeti, az emlékmű egyik darabja a falu egyik részén, a másik darabja pedig a másikon feküdt. Az emlékoszlop teljes egészében nem volt megtekinthető, ezért nem is tett az emberekre különösebb benyomást. Itt a parkban teljes szépségében tárul elénk az alkotás. Méltán lehet rá büszke Magyarország, a magyar emberek. A Bereg vármegye közönsége által emelt milleniumi emlékoszlopot 2015. október 3-án avatták újra Ópuszteszeren. 120 év múltán épült fel 450 kilométerre az eredeti helyétől, a régi kőből új haza. A vereckei emlékmű további 20. századi sorsában, mint csebben a tenger, tükröződik a magyar kiszolgáltatottság. Megcsonkítják, elbontják, alkotó elemeire szedik, patakpartra dobják, átalakítják. A magyar helyet idegen emlékek megjelölésére használják. Az emlékművek sorsa mindig osztozik azok sorsában, akiknek emléket állítanak. Ennek is azt a sorsot szánták, hogy tűnjön el mindörökre, azokkal együtt, akiknek 1000 éves itt létét volt hivatva hirdetni. Mit is jelképez? Gyakorlatilag a hazában való érkezés. Ez gyakorlatilag egy origó, egy nulla pont, ahonnan elrugaszkodott a magyar történelem. Tehát, ha igazán a mitoszokról beszélünk, a kárpátai magyar, sőt, az összmagyar magyar mitológiában Verecke egy ilyen mitoszteremtő szó. Ugyanúgy akár Ungvár is, vagy akár Munkács is. Tehát, ha Anonymous bár folyamatosan kritizálják, föllapozzuk, láthatjuk azokat a elrugaszkodási pontokat. És ezek a fix pontok, ezek a történelemben mutatják, hogy azért nekünk itt helyünk van. Oh,